Sziasztok! Üdvözöllek titeket a mai műsorban, nem máshol vagyok, mint Makón. Magyarország első Ford kereskedésében, ami 1921-ben nyílt. Nézzük meg a mai műsort! Mai vendégem nem más, mint Szilágyi László. Légy szíves, mutasd be, hogy hol vagyunk, mit láthatunk itt, mi ez a gyönyörű szép gépjármű, és beszélj arról, hogy hol vagyunk Makón. Köszöntöm a nézőket, köszöntelek benneteket. Itt a Galamb József Veterán Jármű kiállító központban vagyunk. Körülbelül fél időben van az építkezés, tehát a felújítás. Tavaly évben kezdtük el ezt az épületet, akkor kaptuk meg kis segítséggel, és úgy néz ki, hogy ezt szeptemberben szeretnénk átadni, ha minden sikerül itt a felújításba. Ahol vagyunk, Magyarország első Ford márka kereskedése volt. Miért itt Makón? Hát a Galamb József makói születésű, ő a Ford műveknek a főmérnöke, ennek az autónak a megtervezője, megalkotója, és ő volt az az ember, aki négy kerékre ültette Henry Forddal együtt a USA-ba a gépjármű az embereket, és olyan sikeres volt Galamb József, hogy elég jól is keresett. Ezt korabeli dokumentumok szerint annyit keresett, mint az Egyesült Államok elnöke, akkori elnöke. Tehát nem keresett rosszul. Nem keresett rosszul. Hát akkor gondoljuk, hogy Henry Ford mennyit keresett, az egy másik történet, de ez egy zseniális, két zseniális embernek a találkozása volt. Egyik, aki meg kitalálta azt, hogy olcsó, mindenki számára elérhető jármű legyen, de ő nem műszaki ember volt, ezért maga köré vett olyan embereket, akik ezt meg tudták valósítani, köztük Galamb Józsefet, meg még egy-két magyart, akik Balogh Károlyt, Farkas Jenőt, akik segítettek ebbe a munkába, mert azért ne hanyagoljuk ezt el, hogy azért magyarok zsenialitása mindenütt ott van. És mi ez az autó, mi látható itt? Igen, ez egy Ford T modell, ez egy 1921-es darab, ez egy Touring típusú. Ebből gyártottak a legtöbbet, mert ez volt az autó, amelyik legtöbb igényt kielégítette. Ez egy 2800 köbcentis, 21 lóerős autó, tehát a köbcenti meg a lóerő azért úgy, mondom, ebben a műsorban nem kell megmagyaráznom, hogy ez itt hogy működik. Itt ment petróleummal, alkohollal ez a jármű benzin, nem most benzint használunk. Van egy kis adalék hozzá, ólompótlóval azért ezt kell segíteni neki, és kiment a világból. Tehát ez a rengeteg elektronika, ami benne található, igazából négy darab gyújtótrafó, meg az ampermérő, és vége. Ennyi. Igen, a többi mind a Anika. Tehát a kürt, jó, még a kürt is elektronikus, van rajta elektronikus kürt is, már ezen meg egy önindító. Itt a 20-as évek elejétől már nem csak a luxus volt benne, nem az alap, hanem alapfelszerelés is volt az önindító, a kurblival is el lehet indítani, de meg sose próbáltuk igazából. Csak önindítóval próbáltátok hát azzal indítani? Így van, és azzal minden körülmények között elindult, tehát innestől kezdve nem kísérletezgetünk vele. Az indítása azért vannak különböző dolgok, tehát nem olyan egyszerű elindítani, de nyugodtan ott merem hagyni, mert nem fogja elvinni senki se. Még nem kellett bele immobilizer, igaz? Nem kellett bele semmilyen különleges dolgok. Hát annyi, hogyha ha már itt tartunk, kormánynál van két bajusz kapcsoló, az egyik az előgyújtás szabályozó, a másik a gáz, tehát a tempomat már akkor működött. Pedálok elrendezése pedig a bal pedálnál nyomon befele, mikor elindulunk, és utána pedig van egy kar, ami hát igazából direkt bekapcsolom a bolygóműves sebességváltót,
és utána úgy működik, mint a rendes kuplunk, felengedem, és utána játszok a kézigázzal, a gyújtásszabályzóval, hogy működjön az autó. Ha lükvercbe akarom rakni, akkor nem váltókat tekergetem, hanem a középső pedált fogom megnyomni. A jobb oldali pedál pedig egy fékpedál, ami nem a kerekeket fékezi, hanem igazából a motorban egy szallagfékes elrendezés van, ami egy lassító fék, ami a motort megfogja. Van benne, hátul van két kis dobfék, ami igazából rögzítő fék szerepére szolgál. Tehát igazából, kedves nézőink, hogyha arra gondoltok, hogy egy normál autó, amiben most beleülünk, és úgy gondoljuk, hogy gáz, fék, kuplung, az ebbe az időszakban még teljesen más volt. Legjobb tudomásom szerint a Cadillac vezette be először a hagyományos, amit mi úgy hívunk, hogy hagyományos elrendezés, hogy gáz, fék, kuplung. Így van. Igen. Igen, tehát ez most visszatérve a T-Fordhoz, ez azért volt zseniális ez a történet, mert az a bolygóműves sebességváltó, amit Galamb József talált ki, az forradalmosította azt a dolgot, hogy egyszerűbb legyen vezetni, meg megállás, tehát egy helybe állás nélkül lükvercbe tud rakni a sebességváltót. Ez azt tette lehetővé, hogy bármi kátyúból így ki tudta lengetni az autót, tehát ezért olyan, van egy videófilm, amiben azt mutatja meg, hogy hát szerintem mostani terepjárók is megirigyeltik, hogy milyen helyeken megy végig azok az autók, amik akkor gyártották, a T-Fordok. Tehát ez volt az egyik, a másik, még nem kellett hozzá külön sofőr fogadni, aki óvatosan kezelte ezeket a kezelőszerveket, hanem ezt bárki el tudta vezetni, úgyhogy nem tört össze a váltót. Úgy találták ki, hogy a hétköznapi ember is könnyedén megértse azt, mert ugye akkoriban még nem ugyanaz volt, mint most, hogy ugye bemegy valaki egy autókereskedésbe, elmész, megcsinálod a jogsét, tudod, hogy mit kell csinálni, beleülsz, egyszerű, hanem akkor ez még egy vadonat új dolog volt. Tehát akkor nem volt autó hátán, mint most, hogy parkolóhelyet se találsz, hanem ez tényleg még a kiváltságosok dolga volt az autózás igazából, és ugye a Model T volt az, mivel előtte elektromos autók voltak főleg, és azért volt hatalmas nagy innováció ugye a Model T, mert ugye negyed áron, ha jól tudom, vagy kevesebbért még igen, valami 20%. Mire eljutottak odáig a gyártásba, igen, a sorozatgyártásba, hogy ez nagyon elérhetővé vált. Tehát, hogy ez volt a legolcsóbb opció, ami az embereknek volt, hogy mobilitás legyen. Mert ugye a mobilitás nagyon fontos dolog volt akkor is, ugye, hogy a ló és szekérből áttértünk abba, hogy egy motorizált gépjárműbe beleültünk. Így van. Mert akkor már gépjármű lett. Így van. Tehát így, ahogy mondod, hogy az elektromos autó irányába elindultak, de akkor is még az akkumulátor pak volt az, ami megakadályozta, hogy ebbe elinduljunk. Most Fordék is elkezdték ezt. Ez olyan érdekes, hogy 100 év eltéréssel ugyanazt a sztorit játszunk, nem? Ugyanott vagyunk, hogy az elektromos autók elkezdik játszani megint ugyanazt, amit eljátszottak 100 évvel ezelőtt, és most ugyanoda visszajukadunk, hogy igazából mindenki tudja, hogy ez egy zsákutca. Igen, így van. Nem ez a megoldás, ez egy ideiglenes Ford pótlás a nadrágon, de nincs megvarva. Igen. Igen, ezt sokat, nekem is ez a véglet, mert nekem is elektromos autóm van a hétköznapi használatban. Igen, de amúgy meg tényleg motorozok, veterán autózok, tehát bogárral közlekedek, meg ezzel, meg tehát ilyen autókkal. Tehát két véglet, de ott is ugyanez volt most 100 évvel ezelőtt, vagy több mint 100 évvel ezelőtt, mikor elkezdték a 115 éve kezdték el a Fordot gyártani, a T-Fordot. Ott is az volt, hogy Henry Fordnak a felesége, ő neki gyártott egy elektromos autót, és akkor hát nagyon rövid volt, kicsi volt a hatótáv, mindig azért veszélyes volt az, hogy boltból haza tud-e érni, meg egyéb ilyen dolgok, és ebbe az irányba mentünk. Most nekünk ez szerencse, mint bakóiak, meg itt a Galamb Józsefnek, aki megőrizzük az örökségét, hogy ebből kialakult egy ilyen emberke, aki ezt a vonalat meglovagolva, mert egy elektromossággal foglalkozó szemület van, lehet, hogy akkor nem tud ekkora sikert elérni a Fordnál. Tehát így nekünk ez szerencse, meg az szerencse, hogy utána tudtak támogatni a testvéreit, akik ebbe az épületbe
több mint száz éve elkezdték a Magyarország első Ford lerakatát megvalósítani, és akkor itt elkezdték először Fordzon traktorokkal, 6 darab Fordzon traktorral a kereskedést, és utána ezekkel az autókkal még kiegészítve, meg a Fordzonhoz kapcsolódó különböző mezőgazdasági eszközökkel, ennek az árusításával itt a vidéket ellátták, sőt, odáig eljutottak, hogy Békés Csabán is volt egy kereskedés, és Közép-Európának a márka kereskedése lett a makói lerakat, a galant testvéreknek a vállalkozása. Cirilbetűs nyomtatott kiadványok is megmaradtak, amivel Oroszországba, Szovjetunióba, akkor már Szovjetunióról beszélünk, oda szállítottak Fordzon traktorokat. Hová nem jutott a magyar má akkoriban, igaz? Igen. Kár, hogy nem ezt a példát követtük sokszor utána. Tehát azért akkor nagyon-nagyon fejlettek voltunk, mint igen, magyarok. És ugye ez a makói környék azért, hogy valaki ide elhozott Fordot, és ebbe hit, hogy ezt itt el lehet adni, uh-huh, és tényleg megtörtént, és ment tovább. Szerintem ez fantasztikus, meg arról nem beszélve, hogy ez az épület megmaradt. Igen, hát ez egy 44-ig működött itt a kereskedés. Akkor a Galamb Jánosnak a halála után Ferenc vette át a József utáni következő testvér a négy testvér közül. Sándor volt a legidősebb, hogyha már testvéreken végigmegyünk, akkor ő egy ügyvéd volt, a makói közéletben jelen volt, újságkiadásba tevékenykedett, meg a presbitérium elnöke volt, tehát nagyon aktív életet élt Makón. Következő volt József, és utána volt még két testvér, volt egy lánytestvérük, akik még felnőttként meghalt, de a fiúk vitték itt igazából a kereskedés dolgait, és a János az ki is ment az USA-ba, hogy megtanulja ezeknek az autóknak a szerelését, összerakását, illetve a Fordzon traktorét. A Ferenc pedig a kereskedésnek a könyvelési dolgait, a kereskedelmi részeit intézte. És hogy itt elindult ez a kereskedés, ez azt mutatja, hogy itt a mezőgazdasági vidéken vagyunk. Igen. És az USA-ban ez már bevált, ez a történet, ott még a hölgyek is el tudták vezetni a Fordzon traktort, akkor erre gondoltak, hogy itt azért a Trianon utánról beszélünk, amikor eléggé meg volt tépázva az ország, és itt sokan oda lettek az első világháborúba, és itt családoknak a megélhetése, Azért nem mindegy, hogy működött, és akkor ez egy olyan forradalmi dolog volt, ami azokat a nagy gépeket, gőzgépeket, vagy azokat a nagy traktorokat felváltott egy könnyen kezelhető, megbízható traktor. Tehát ugyanaz, mint a manapság ezeket a számítógépvezérlési traktorok, hogy kiváltott nagyon sok mindent, abban az időben szintén ugyanez volt. Hatalmas innováció volt egyébként, tehát hatalmas előrelépés volt. Meg ahogy mondott, tényleg ez a háború után történt, ugye akkor... Hát egy depressziós időszakban az egész ország, hogy elvesztettük területeinket, stb., tehát ezt sajnos tudjuk, és ebből kifolyólag pedig kellett egy olyan ösztönzés, hát most ő is a Galamb József és a 6 traktort, amit átküldött, azok nemzeti színűre voltak festve. Ez most az amerikaiaknak biztos nem volt akkor nagy történet, de nekünk azért megint egy, és úgy hirdették, úgy reklámozták a traktorokat, egy próbaszántást végeztek velük, meg Magyarországon volt egy ilyen, vagy bemutatták a járműveket, és akkor több márka kereskedés is volt utána Magyarországon, és akkor végig járták ezeket, és egy ilyen nagy bemutatkozó marketinget, az amerikai marketinget behozták ide Magyarországra, mi megint szokatlan volt, hogy bemutatták ezeket a járműveket. És mikor szűnt meg a Ford kereskedés? Hát itt 44-ben ez a kereskedést, ezt eladták a testvérek, igen, és utána pedig, aki megvette, attól pedig államosították ezt az épületet. Igen. Utána ez egy ilyen szövő KTS-ként működött, népi ilyen szőtteseket állítottak elő, és a legvége pedig egy népi iparművészeti
először szövetkezett, utána KFT-ként szűnt meg, és utána mi itt tavaly évben pedig a jogutódtól vettük meg az épületet. Békés Csabán is működött, amit mondtam, az pedig ott már teljes államosítás volt. Hát a család az így igazából nagyon szétment, nagyon sok mindenki Makon, sok Galamb nevű család van még, de akivel tartjuk a kapcsolatot, aki közvetlen örökös, azok a Galamb Erzsike, illetve a fia, akik Pesten élnek, és ők azok, akik még fönntartják a család részéről a Galamb hagyományt, meg Galamb Józsefnek a tiszteletét. Hát ővelük, az Óbuda Egyetemmel, illetve még a mérnök kamarával, itt a Csongrád megyei mérnök kamarával közösen azért itt ápoljuk Galamb Józsefnek az örökét, illetve egy, hát a Magyar Örökség díjra is úgy lett felterjesztve, hogy a család és az Óbuda Egyetem részéről lett felterjesztve Galamb József, hogy megkapja a Magyar Örökség díjat, és ezt meg is kapta, amiről most volt egy rendezvényünk Galamb József születésnapján, itt már a lerakat helyén átadtuk a családnak a második díjat, a Galamb József emlékdíjat. 2 évvel ezelőtt az Óbuda Egyetemnek adtuk át ezt a díjat, és akkor viszonzásképpen a család meg nekünk ideadta az örökségdíjról az oklevelet, hogy úgy gondolják, hogy ez méltóbb helyen van, mint náluk otthon a vitrínbe, itt legalább ki lesz állítva, és akkor mindenki tudja, hogy Galamb Józsefnek a munkássága, illetve a T. Ford az a Magyar Örökségdíjat megérdemelte. Teljesen jogosan. Így van. Teljesen jogosan. És hogy jött ez az ötlet, hogy ti ebbe belefogjatok? Hát nagyon sokáig Galamb Józsefről nem lehetett beszélni. Akár Makón, akár az országosan se. Nem is tudtuk, tehát nem gyerekként itt. Jó, én elmentem itt, mert ide jártam általános iskolába, de igazából nem tudtuk, hogy miért van itt összefirkálva a fal, a külső homlokzat, még valami látszott belőle, mint egy autó, vagy egy traktornak a sziluettje ott látszik, de nem foglalkoztunk vele. Sokáig nem lehetett róla beszélni, majd elmondom, hogy miért. És utána így elkezdődött, ez főleg a rendszerváltás idején, hogy most már lehet Galamb Józsefről beszélni. És akkor ismertük meg Makon, hogy ki volt ez az ember, mit alkotott, és ezen keresztül eljutottunk odáig. 2007-ben alakítottuk meg itt Makon az egyesületet, hogy ez egy álom volt az egyesületnek, hogy ezt az épületet megvegyük, itt legyen egy közösségi tér, legyen egy olyan hely, ahol bemutatjuk a Fordot, Fordokat, Fordzon traktort, esetleg egy Alfordot, azt a műhelyrészt itt visszaállítjuk, a transzmissziós hajtást, ami abban a korban kiszolgálta itt a műhelybe a szervizelést, és kicsit Galamb Józsefről beszéljünk, kicsit azokról a mérnökökről, akik a Fordnál dolgoztak. Henry Fordról, az USA-ból fordítva van a történet, ott Henry Fordról szól minden, és a mérnökök azok, akik hogy néha meg vannak említve, vagy még meg se, mert az összes szabadalom az a Fordé. Illetve azokat a járműveket ide behoznánk, ami az egyesületi tagoknak a tulajdonában vannak. Van egy csomó magyar járművünk, illetve német, meg nagyon sok. Itt jobban motor van az Alföldön, tehát nekünk jobban motorok vannak meg. Persze van pár szép autó is, de jobban a motorok vannak az egyesületünkben. És ezt szeretnénk bemutatni, illetve van egy fönt egy terem, ahol az már tavalyi évben sikerült visszaállítani, vagy felújítani olyan állapotban, hogy itt konferenciákat lehessen tartani, és akkor az bármilyen civil kezdeményezést tudunk itt megmutatni a makóiaknak, vagy a környékbelieknek. Ki az, aki segített neked ebben? Hogy ez megvalósuljon, ez az egész? Hát igen, itt elsősorban a családom,
édesapám, illetve párom, illetve a fiaim, akik édesapám nagyon sok járművet felújított. Tehát az a veterán őrület az onnan ered. Én nekem alapszakmám, hogy én erdész, meg fafeldolgozó technikus vagyok, aztán meg rendőrtisztit végeztem el, tehát aztán teljesen gépészettől az nagyon messzire álltam, annyi, hogy jó, meg tudtam szerelni akkor a motoromat, meg az aktuális autómat, amivel esetleg közlekedtem, de körülbelül ennyi. Kicsit pályatévesztés volt úgy az elején akkor ezek szerint? Nem, én gyerekkorom óta erdész akartam lenni, tehát én meg lettem fertőzve egy baráti család által, és akkor én nekem ez ilyen eltökéltség volt. Én nem bántam meg, mert nagyon jó barátaim vannak azóta is erdészként, meg vadászok. Én dolgoztam is erdészként vásárhelyen, tehát teljesen én azt szerettem a szakmámat. Aztán úgy alakult az élet, hogy itt Makon Redőnygyárban dolgoztam, a Redőnygyártóvállalatnál dolgoztam, és akkor utána pedig elmentem hivatásosnak, és akkor végeztem a rendőrtisztit. És ez a veteránozás akkor kezdődött, apukámmal volt egy családi barátunk, dr. Tamás Péter, tehát ő is fogorvos, semmi köze nem volt a járművekhez, de idáig olajosan apánál a műhelybe cündapokat összeraktak, KS 600-as cündapot, 3-at, meg ilyen, tehát ilyen őrület már akkor elkezdődött a családnál, volt egy 500-as BSA-nk, szomszéd szólt, hogy most már abba kéne hagyni a motorozást, meg a galamboknak le kéne szállni, mert nem akkora hanggal voltunk, hogy ez ilyen egy cső háta furujába is. Tehát ott azért volt hangzavar. Tehát ilyenek úgy azért kezdődött ezzel a dolog, és utána vettünk egy bogarat, és elkezdtük a magyar motorokat felújítgatni. És tehát innen indult a veteránozás, voltunk Szegeden, Orosházán, klubtagok, és akkor utána 2007-ben alakítottuk meg barátaimmal az egyesületet. Azóta ilyen 31-nél vagyunk, vannak már most már ifjúsági tagozat is, egy pár éve elkezdtük. Igen, mert láttuk, hogy öregszik a klub tagság. Ez nem baj addig, míg tudunk menni rendezvényekre. Persze, csak kell az utánpótlás, mert hogyha sok generáció kimarad, akkor hiába vagytok már 50-60 évesek, hogyha 18 éveseket akarjátok behozni. Tehát mindig kell az a lépcső visszafelé, hogy ugye legyen utánpótlása az egésznek. Meg valamilyen szinten a fiatalokat, én is sok fiatallal találkoztam, akiket ez tényleg érdekel. Igen. Igen, és hát, be kell őket húzni ebbe, mert amúgy jó ez. És ki kell találni azt a dolgot, hogy mivel lehet behozni a fiatalokat, és ez volt a másik ötlet, hogy valamilyen innovációt kell, ahol majd meglátjátok a motorjaink, ahol vannak, az a tér föl fogod szabadulni, mert már ennek a mögötte lévő rész elkezdődött az a felújítás, oda fognak átkerülni a motorok, meg autók, de az a tér, ez egy ilyen közösségi térré fog válni, ahol egy olyan innovációkat szeretnénk belerakni, amivel a fiatalokat be tudjuk ide vonzani. Különböző korosztályokat is, tehát a kicsiktől kezdve odaadunk egy amerikán elfúrót, és fúrjanak vele, szerintem az akkora élmény lesz. Most ilyen egyszerű dolgokról beszélünk, de szerintem ez olyan dolog, hogy ezt kezébe fogja venni egy gyerek, az egy meghatározó történet lesz. És utána pedig ez volt az a második mozgatórugó. Visszatérve még a kérdésedre, mert nem fejeztem be azt, hogy még kisegített ebbe a munkába nekünk. Nagyon nagy élmény volt, mikor Kocson megláttuk a Kocsitoló Fesztivált, illetve a Kocsit, és akkor ott találkoztunk Knezsik Istvánnal, az Autós Nagy Koalícia elnökével, és beszélgettünk egy vasárnap délelőtt, hogy honnan jöttünk meg, hogy a Fordot akkor is elvittük oda, pont Tuning Show-n találkoztunk a kocsiakkal, egymás mellett voltunk, beszélgettünk, teljes azóta is tart a barátság,
és Istvánnak bogarat ültettem a fülébe ezzel a fordos történettel. Akkor eljött Makóra, beszélgettünk, megnéztük az épületet, a régi tulajdonos teljesen pozitívan állt akkor is, meg most is az épülethez, tudja, hogy néz ki az előélete ennek az egésznek, és akkor hát most a 3 éve, hogy ezzel az ötlettel előállt István Palkovics, akkor még miniszter úrnak, és akkor mellé állt a minisztérium, és segítettek abba, hogy ezt az épületet meg tudjuk vásárolni, illetve a felújításhoz is kaptunk összeget, ami azóta már azért átalakult, mert az az összeg már akkori összegen, akkori árakon nézve ez már törlődik. Újra kellett tervezni sok mindent, de azért meg akarjuk csinálni azokat az elhatározásunkat. Valamiből csipkedünk le, vagy például most hétvégén a társaság jön és elkezdi bontani azt a mozgássérült WC mosdónak a helyét, ahova majd ez ki lesz alakítva, és akkor azért se kell fizetni. Meg egyéb ilyen dolgokban azért tudunk egymásnak segíteni. Nagy az összefogás csapaton belül, az egyesületen belül. Igen, én azt beszéltük, hogy van egy cél, tehát egy ilyen sokáig ez úgy nézett ki, hogy nem sikerül megvennünk, meg gondolkoztunk, hogy lehetne városi pályázattal, stb. Város nem tudott ingatlant venni, már a múzeum se tud bővülni, tehát itt vannak korlátok ebben, és akkor más irányba indultunk el, és így azért úgy gondolom az egyesült tagok is látják itt egy jövőképet, hogy jó helyen lesz a járművük, jó helyen lesz azok a tárgyaik, amiket otthon gyűjtögettek, most ilyen retro tárgyakról beszélünk, vagy a 20-as évekből felajánlottak tárgyakat, ami valamilyen formában kapcsolódik, akár a Télforthoz, vagy akár a Galamb családhoz. De ez nagyon jó egyébként, meg ez egy összetartó dolog, tehát ezek a veterán dolgok, hogyha megnézed, nagyon sok iparág van, nagyon sok csoportok, akár autós csoportok is, amik külön húznak, de a veterán azért valamilyen szinten azért összehozza az embereket. Jó, hál' Istennek alá tudom érni, nagyon sok autós rendezvény van, amin én is részt veszek, ahol tényleg összetartják az emberek magukat, tehát pont ez az autós, motoros dolgok összetartják egymást, de nagyon sok egyéb dolog van, amiben meg az emberek széthúznak, tehát a hétköznapokban az emberek teljesen széthúznak. És ez jó, hogy itt még az történik, aminek amúgy is történnie kellene. Amilyeneknek kéne, hogy legyünk emberek. Tehát nem széthúzónak, hanem összetartónak, meg tényleg egy olyan dolgot próbáltak itt csinálni, hamarosan egyébként majd megyünk ezeket a motorokat is megnézni, hogy ennek van értelme, meg a jövőre nézve is, mert hogyha bármilyen más országba elmész, ezeket a dolgokat promotálják, csinálják, a jövőnek megtartjuk ezeket a dolgokat, és ezek szép dolgok, nem kell őket a mélybe levinni, leadni, tehát azért most, hogyha ezt is leadták volna vasba annó, azért most ez milyen emlék? Tehát jön mondjuk egy kisgyerek, meglátja ezt az autót, lehet, hogy ez fogja eldönteni a karrierjét, mint ahogy te is mondtad. Lehet, hogy az, hogy valaki megfog egy fúrót, pont az fogja megadni neki azt a valamit. Ezt a szikrát. Igen. Igen. Ez biztos igaz. Kigyullad a kis körte a fejében, világít, és akkor azt mondja, hogy igen, én most már autószerelő szeretnék lenni, én tök mindegy, hogy mi, de valami inspiráció kell. Nem az kell, hogy legyen az inspiráció, hogy az Angry Birdben mit játszok azon a szartelefonon. Tehát valami fizikális inspiráció is kell, ami megfog. És ugyanezt látom autóversenyeken, meg a tuning show-n is, hogy hoztak ki gyerekeket, hogy oda megy, nem tudja, hogy mi az. De meglát egy tuning autót, úgy néz ki, mint egy játékautó, de nagyon nagyba. És ez nem tudhatod, hogy ez berögzül neki egyszer, vagy nem. De ha berögzül, akkor erre fogja elkölteni a pénzét, nem fogja elkurvázni, átdrogozni, meg el... Így van, így van. Cseszni olyan dolgokra, aminek most ugyanúgy el lehet erre is. Igen. Van egy mondás Angliában. Vidd bele a fiadat egy autóba, hogy legyen szerelmes bele, és soha nem lesz pénze drogokra. Így van. Mert mindig el fogja költeni az autóra. Igen. És hát, több értelme van. Az autónak tudjuk a történetét. Tehát ez egy kaliforniai magyar családnak a tulajdonában volt. Ők voltak a második tulajdonos, ez a bácsinak a
azt hiszem nagyapja volt az, aki megvette ezt a járművet. A bácsi azért adta el, mert egy öregek otthonába került, egy járművet tudott csak vinni magával, tehát amiben napi közlekedésre maradt, az is egy Ford volt, és barátomon keresztül eljutottunk hozzá, és megtudta, hogy hova fog kerülni, teljesen, tehát le is vette a licitről, az oldalról, ahol rá lehetett licitálni az autóra, azon az áron adtam, ahol tartott a licit, sőt, még egy csomó alkatrész bele is pakolt, amit neki azt mondta, úgyse kell, és ő nem is foglalkozik vele. Annyi volt, hogy hát mikor hazaért, akkor már hiányzott róla a hőfokmérő, meg a kulcs, mert az USA-ba úgy volt behajogozva az autó, hogy benne kellett legyen a kulcs. Nem értettem, mert akkumulátor nem volt benne, de ez egy őrület. És ezt meg lecsavarták, és egy ilyen porvédő kupak volt ide csavarva. Mert az érték. Mert ez érték, igen. Tehát ez már utólagosan vettük, de az még egy hát kijött a rész rajta, tehát az látszott, hogy még az eredeti szárnyas hőfokmérő volt rajta. Ponyvája az szét volt szakadva, az már új. Újítottuk, de a festés, az lehet látni, hogy itt is, hogy meg van folyva itt egy kicsit a festés rész, tehát ez még úgy gondoljuk, hogy az eredeti festés volt, ami megmaradt, tehát, és mivel Kaliforniából származik az autó, ez nincsen szétrohadva, nem is volt, úgyhogy teljesen jó. Motorikusan kellett benne egy kicsit dolgozni, de teljesen jó, bármikor 102 indul. 102 éves. 102. 2 éves, így van. Tehát azért nem mai darab. Láttunk már ettől rosszabb állapotú autót is, 15 évesen. Igen. Tehát miről beszélünk? Katalizátor van alatta? Persze, hogy nem. Igen. Ezt mindig meg szokták kérdezni. Nem, tehát tényleg ez gyönyörű, meg tényleg ez egy emlék. Hogy ne. Meg működik is, tehát ez benne a legérdekesebb, igen, hogy 102 éves, de szerintem ebbe bármikor beleülsz és be lehet indítani. Hát úgy van egy kis macera vele, igen, de jó. Mert a 6 voltos akkumulátornak a kezelése azt azért más, mint a 12 voltos, de szerintem valószínűleg most is elindulna, hogy múlt héten a tuning sorról úgy jöttem ki vele, mert egyszerű volt beleülnöm, és akkor a cuccot még beleraktuk, a tévét volt még mellett, amivel bemutattuk Galamb Józsefnek az életét, meg a T-Fordot, azt beraktuk hátra, és akkor én jöttem kifele, tehát dudáltam közben, és teljesen jól haladtam. Egyszerű volt, mint a trailerre bemegyünk, és akkor pakolászni, mert még lehet, hogy mai sort pakolnánk, de ott szépen kijöttem a többi autó között, és nem volt vele semmi probléma. Kedves nézőink, szerintem itt az idő, hogy megnézzük a motorokat, viszont ez a következő adás tartalma lesz, mert olyan hosszasan elbeszélgettünk erről a gyönyörű szép autóról, meg a Galamb Józsi féle sztoriról, hogy igazából ő megérdemli önmagában is a műsort, meg az egész hely is megérdemli önmagában a műsort. Úgyhogy a következő részben megnézzük itt Makón a gyönyörű szép veterán motorokat. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük addig is, hogy néztetek, és maradjatok velünk, mert hamarosan következik a következő műsor a motorokról. Addig is, sziasztok!